mai nap első előadója Lőcse István. Magyar-román állampolgárságú Steve Lőcse István 2000-ben érkezett Spanyolországba, és 8 évig asztalosként dolgozott a gazdasági válság beköszöntéig, amikor úgy döntött, hogy nemzetközi kereskedelmet tanul. Ám 2010 körül a dolgok egyre nehezebbé váltak az életében. Érzelmi és egzisztenciális válságon ment keresztül, ami arra késztette, hogy felfedezze hivatását és önképző módon elkezdte vizsgálni a tudomány és a spiritualitás különböző aspektusait. Tanulmányai során Steve az érzelmi intelligencia és a mindfulness szakértőjévé vált. Mély összefüggéseket talált a metafizikában és a spiritualitásban, amelyet a lényünk lényegéből kiindulva értett meg. Főbb tanulmányok, egyetemi tanulmányok a Spanyolországi Nemzeti Egyetemen, UNED, pszichológiai karán, Villarreal városában. Külön kiemelendők ezek közül az érzelmi intelligencia és a mindfulness, a stresszel való megküzdési stratégiák rákos és halálos betegségek esetén, kutatási tervezés és kutatásfejlesztés, adatelemzés, pszichometria és kognitív terápia. Fizikai és kvantummechanikai tanulmányok a Stanford Egyetem, Kalifornia, Leonard Sasként professzornál online órái. Köszöntjük, Lőcse István! Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm mindenkinek a bekonferálást, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, mert ez az első alkalom, hogy átadhatok valamit, és őszintén szívből köszönöm mindenkinek, hogy itt vannak, és elsősorban meg kell köszönöm a Tamasi doktor úrnak is, hogy megengedte, hogy itt legyek, hogy befogadott a csoportba, hogy befogadott ebbe a környezetbe, és persze, hogy ne a szervezőknek is, mert máskülönben nem lehetnék itt, és nem utolsó sorban nektek. Mert ha nem lennétek, akkor nem lenne kinek mondanám. Oké. Nagyon gyorsan hadd mondjak még két szót magamról, mert aki nem ismer, az persze a bekonferálás az eléggé teljes volt, de mondjak csak annyit, hogy erdélyi származású vagyok, Bihar megyéből, és úgy nőttem fel, hogy egy keresztény, baptista családban nőttem fel, és aztán elmentem külföldre 2000-ben, Spanyolországban, 21 évig éltem ott, ott végeztem a tanulmányaimat, de valami megváltozott úgy, hogy muszáj volt váltanom. Tehát én asztalos voltam, még lehetnék, ha akarnék, de ez már nem az elhivatottságom, tehát mondjam úgy, hogy megtaláltam az elhivatottságomat, és pedig az az, hogy amit felfedeztem, azt adjam át, adjam tovább. És ezzel, ha lehet, segítsek másoknak, segítsek azoknak, hogy fejlődjenek, hogy tudatébredésre jussanak, mert ez a legfontosabb. Akkor fogunk átváltozni, mondjam úgy, hogy ha a könyvemet már valaki olvasta, akkor úgy írom le, hogy legyünk Homo Galacticus, azt jelenti, hogy galaxisba tartozó ember, ugye? De ne csak itt földi ember, hanem galaxisi ember. Jó, nos, kezdjük akkor el, hadd menjek bele egyenesen a témába. Hoztam én magammal két nagy téglát, az egyik, ez pszichobiológia, ez egy egyetemi tankönyv, oké? És amit mondani fogok, az azért fontos, azért hoztam el, hogy megmutassam nektek, hogy mit ír egy tankönyv, és mégis nem azt csináljuk, amire tanítanak. Oké? Van egy másik, ez is egy olyan elég jó vastag, ez pedig pszichopatológia. Oké? És ebbe, nem csak erről, hanem többek között erről, stresszről van szó, és hogyan
befolyásol minket a stressz. Oké? Na most kezdjem ott akkor, hogy nagyon sok tanulmány van mögötte, amit itt már leírnak, hogy valójában a stressz, a félelem, vagy mondjam úgy, hogy negatív érzelmek befolyásolják a mi immunrendszerünket olyannyira, hogy esetleg még a szervezetünk, különböző szerveink megbetegedhetnek. Oké? Okay? És ez úgy, hogy például most itten rengeteg az adat, oké? Okay? De csak annyit mondjak el, hogy például a stressz azt csinálja, most gondoljunk bele, hogy most nem sokan orvosok közületek, vannak páran azért, ugye? És azt kell mondjam, hogy ugye mi ismerjük azokat a mechanizmusokat a szervezetünkben, hogy hogyan kapcsolódnak bizonyos szervek. És például az agyunkban vannak szervek, mirigyek, amelyek hormonokat termelnek, ugye? És ezek a hormonok kapcsolatban vannak más hormonokkal. És az történik, ezeket úgy hívjuk például a kortizol, a ismerős, ugye? Mit csinál a szervezetben? Ha nem állandó, hanem csak például tegyük fel, megijedsz valamitől, tehát az azt jelenti, hogy felszökik az adrenalin, például, oké? Okay? De mi történik akkor, hogyha állandó félelemben élsz? Mint például szorongás, ugye, depresszió, oké? Okay? Vagy fóbiák. És mi történik akkor, hogyha állandóan termeled a stressz hormonokat? Ez károsítja a szerveket valójában is. Másodlagosan, amit le is van írva, és elmondják, precízen, mert vannak különböző kutatók, akik ezeket már megtanulmányozták, hogy a stressz vagy stresszhormonok csökkentik az immunrendszerünket. Az immunrendszerünknek a képességét, tehát ahogy ellenálló képességét. Okay? Tehát az azt jelenti, hogy például csökkenne az NK-sejteknek a száma, vagyis a természetes ölősejtek száma. És akkor mi történhet? Tudjátok-e, hogy az NK-sejtek, már azért mondom NK-nak, mert natural killer angolul. Az NK-sejtek azok rák ellenes sejtek. Oké? Tehát az megölik a rákot. De akkor, hogyha a mi sejtünk, ezek a sejtek kevesek, nem bírják felvenni a harcot a rákos daganatokkal. Tehát akkor mit kell tenni? A könyv le is írja, hogy vannak olyan technikák, amelyek segítik ezt, tehát hogy csökkentsék a stresszt. Például biofeedback, nem tudom, hogyha ez ismerős nektek, a biofeedback, nem? Ez nagyon érdekes, mert az azt jelenti, hogy a te saját tested ad egy visszajelzést, hogy javul, hogy javuláson megy át, és az egy feedback, vagyis ez visszajelzés, hogy jaj, most már jobban vagyok. Például. Oké, okay, de ez nem elég, mert több mindent kellene még csinálni. Tehát akkor van például, és ez a könyv le is írja, meg is mutatom bárkinek, itt azt írja, meditáció. És valójában az egyetemen nem nagyon beszélnek meditációról. Egyáltalán. Azt mondják, ez nem kell, az más, az mit tudom, de azért vannak pszichológusok és vannak olyan terapeuták, akik használják a meditációt. De leírja a könyv, tehát ez valami csodálatos, hogy tényleg elismerik, hogy van hatása. De én olyanokat ismerek, akik egyáltalán nem hisznek benne. És azt kell mondjam, a saját tapasztalatomra és másokéra is, igenis a meditáció nagyon sokat használ, például légzésgyakorlatok, azok csökkentik a stresszt. Például egyszerű légzésgyakorlatok, hogy lassan bent tartod, lassan kiengeded, a megnyugvás, lazítás, mondjuk úgy, hogy lecsapolod a stresszt. Oké? Okay? Nos, ez az egyik. De van itt, tehát rengeteg. Csak mutassak valamit. Ugye rengeteg illusztráció van arról, például itt van az agy. Oké? Okay? Nem tudom, ha látszik. Oké? Okay? És azon kívül, itt végignézhetjük az egész könyvet, ha kell, de vannak olyan illusztrációk, amelyek mutatják nekünk, hogy hogyan kapcsolódnak például különböző
mirigyek, különböző hormonok egymással, és különböző szervek, és milyen funkciója van mindegyiknek. Tehát itt elmagyarázzák nekünk azt, hogy milyen negatív hatása van a stressznek. Na jó, menjek át a másikra. Ebbe ez már patológia, tehát mondjam úgy, hogy pszichopatológia, amikor arról beszélünk, hogy valami nincs rendben itt. Nem máshol, de itt. És akkor azt jelenti, hogy például az embereknek, nekünk van többféle típusú, mondjam úgy, hogy tulajdonságunk, vagy személyiségünk. És az embereknek van egy bizonyos típusú viselkedése, ami kapcsolatban van a személyiségével. És akkor itt ez a könyv viszont leír nekünk több típust, de hadd mondjak el kettőt, ami nagyon fontos. Az A-típusú személyiség az egy olyan ideges fajta ember. Ezt így írják is. Az ideges fajta ember könnyedén vagy hajlamos arra, hogy kifejlesszen koronaér megbetegedéseket. Például. És a C-típus az meg egy olyan depresszív, szomorú ember. Egy olyan, aki elkülönül másoktól, nem akar kommunikálni. Ez a C-típusú, amíg hajlamos a rákos daganatokra. És pont azért, mert úgy érzi magát, elhagyatva például. Oké? Okay? Na most ebbe a könyvbe is adnak megoldást, persze, hogy ne, és nem csak úgy, hanem az egész egyetem során azért tanítanak terápiára, hogy tud megoldani a problémákat. Na most van egy olyan nagyon szép megoldás, mondhatnám azt, ami az érzelem, mondjam úgy, hogy kezelésére való, tehát érzelmi intelligencia. Az mit jelent? Az, hogy mi képesek vagyunk megtanulni, kezelni a saját érzelmeinket, és ehhez valójában nem sok mindenre van szükség. Hadd mondjam el, a könyvemben én leírok néhány dolgot ezzel kapcsolatban is. Én mindenkinek ajánlom figyelmébe a teremtés fizikája. Itt több mindenről is szó van, de az érzelmi intelligencia az nagyon fontos abban, hogy mi teremtsünk egy valóságot, amit szeretnénk. Most hadd mondjam el, hogy Daniel Goleman, nagyon sajnálom, hogy nincsen kivetítő, vagy valami tévé, vagy valami, mert nagyon sok illusztrációm lett volna, de hát sajnos nem. Nem tudom, hogy mennyire ismerik Daniel Goleman-t. Van valaki, aki ismerő, akinek ismerős? Ez a szerző, nem? Pedig híres, ez érdekes, hogy Magyarországon nem nagyon hallottak róla. Ja, nem szabad hallani. Most arról van szó, hogy ez a kutató, mondhatnám úgy, mert pszichológus kutató, felfedezett egy olyan valamit, hogy ha a saját tudatunk fejlődik, és odafigyelünk önmagunkra egy kicsit, akkor fel tudjuk fedezni azt, hogy mit érzünk, mert nagyon sokunk úgy viselkedünk, hogy automata módon. Tehát teljesen automatán, és nem tudjuk, hogy miért viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk. Nem érezzük a saját érzelmeinket, nem jövünk rá, nem tudjuk, hogy mi az, amit érzünk, nem ismerjük fel, okay? És nem tudjuk kezelni, mert automaták vagyunk. A tudatébredés valójában azt jelenti, hogy én nekem van egy nagyon mély önismeretem. És az önismeret arra való, hogy pontosan felfedezzem önmagamban azokat a hitrendszereket, azokat az eldugott tudatalatti hitrendszert, vagy tudatalatti dolgokat, amelyek engem korlátoznak. És ezek például az érzelmeink. Mondhatnék egy olyat, hogy van egy olyan hitünk, nem mindenkinek, de megtörténik, hogy nem érdemlünk meg valamit, de nem is tudunk róla. És azért, mert azt hiszük, hogy nem érdemeljük meg, úgy is cselekszünk az életbe, hogy az a dolog, amire vágynánk, soha meg se jelenik. Mert nem érdemeljük meg. Ugye? Na most figyeljétek meg, mert
Van egy, a könyvemben ez az én saját fejlesztésem, mondjam úgy, a HSHV lánc, elmondom. A HSHV azt jelenti, hogy hitrendszer, sémák, tehát a hitrendszerek kialakítanak egy sémát, az az S, ami utána meg, mondjam úgy, meghatároz egy hozzáállást, az a második H, a hozzáállásunk viszont meghatározza a cselekedeteket, vagy a viselkedést, azért HSHV. A viselkedésünk tehát mindig a hitrendszerünkön alapszik. Na most pszichológiában ezt mi nem tudjuk egyenesen megfigyelni az embernek a hitét, vagy azt, hogy mire gondol. Egyszerűen nem lehet, mert nem lehet megmérni. Azt mondjuk, hogy a tudományban mindig az a fontos, hogy tudjunk megmérni valamit. Fizikában is úgy van, bármi más kutatásból olyan, meg kell mérjünk valamit, hogy empirikusan legyen kézzel fogható magyarázat arra, amit állítunk, egy hipotézisre vagy valamire, oké? Okay? Tehát valójában az elmét nem lehet egyenesen megmérni, közvetlenül, hanem közvetetten lehet csak. Hogy? Hogy meg tudjuk figyelni a viselkedést, és a viselkedés után, vagy viselkedés által következtetni tudunk, hogy vajon ez az ember mit gondolhat, mit hihet önmagáról, hogy így viselkedik. Ez már ki van tanulmányozva, azért is kell ennyit tanulni, ugye? Meg hogy megismerjük az elmét, de ez nem csak itt van vége, hogy az fizikai elme így viselkedik, mert beszélnünk kellene, sajnos a pszichológiában ezt már nem tanítják. Tanulmányozni a szellemet, a szellemünket, a lelket. Oké? Okay? Tehát meg kell tudjuk azt, hogy valójában minden viselkedés mögött van egy hitrendszer. Mi az, amit valósnak hiszel? Amit te valósnak, igaznak hiszel, az szerint fogsz cselekedni. Ha te azt hiszed, hogy nem érdemelsz meg valamit, úgy fogsz cselekedni, és azért blokkolni fogsz minden eshetőséget, hogy valami megtörténjen az életedben, pont az, amire vágysz például. Oké, tehát ennek van egy mechanikája. És azért mondom ezt, mert valójában ez egy kvantummechanika. Mondjam úgy más szóval, hogy eseménylánc. Tehát más szóval lehet, hogy jobban értitek, ha azt mondom, hogy statisztika. Statisztikai számítások. Ezt ki lehet számítani, hogy mekkora esély van arra, hogy valami megtörténjen, ha tudjuk, hogy valami előtte megtörténik. Oké? Okay? Hát ez nagyon egyszerű valójában. És akkor, ha én, tegyük fel, most adok egy példát, ami lehet, hogy megtörtént valakinek az életében, lehet nem, bár ne úgy legyen. Mi van akkor, hogyha véletlenül rosszul érzed magad, egyre fáj valami, elmész az orvoshoz, és hát nagy meglepetésedre diagnosztizálnak nálad egy rákos megbetegedést, egy daganatot. Mi történhet abban a pillanatban? Lássuk, mik a lehetséges viselkedési sémák. Tehát megkapod a hírt, itt a papír, rákos vagy. Mit csinálsz? Például visszacsatol, összeroppan, vagy mi történhet még? Elindít egy folyamatot. Félelem. Mitől? Haláltól. Oké, tagadás. Mi történhet még? Összeomlás. Tessék? Hitelvesztés. Mit tudsz tenni? Elmész egy másik orvoshoz, jó? Mi még? Tessék? Nem értem. Küzdeni, jó? Összecserélték a leletét, ez is nagyon jó. Oké. Na figyeljetek ide, senkitől nem hallottam azt, hogy jupi, rákos vagyok! Történik valami. Miért? Mert úgy ítéljük meg a rákot, hogy az egy negatív tapasztalat. Most hallom először, hogy nem. Bocsánat.
nem baj. Tehát... Nézzük meg! Tehát úgy ítéljük meg, hogy az egy negatív tapasztalat, és azért, mert úgy ítéljük meg, ez már a hitrendszerünkhöz tartozik, mert már kaptuk előtte másoktól, akik már szenvedtek benne, és már tudjuk, hogy hányan meghalnak miatta. Nem igaz? És akkor mi történik? Ezt már beültettük az elménkbe, hogy kész, a rákos betegség az halálos. Ugye? Ez már sémává vált. Amiért sémává vált, most már hozzáállásunk van. Negatív hozzáállásunk van. Nem kell. Nem kell, elutasítom. Nem akarom az életembe, nem akarom a testembe. És mit csinálok? A viselkedésem. Félek, rettegek. Oké? Okay? Stresszelem magam. Most figyeljetek oda, ha stresszelem magam, mit mondtam az előbb? Csökken az NK sejtek száma. És nagyobb esélyt adok arra, hogy a rák fejlődjön. Oké? Okay? Nagyon egyszerű valójában, csak nekünk nem magyarázzák meg. Oké? Okay? Tehát nem tanítják meg, elmegy a rákos beteg az orvoshoz, és az orvos azt mondja, oké, okay, kemoterápia. Az orvos ezt tudja? Én szerintem tudja. Vagy azt mondja, menjél pszichológushoz is, mert mostanában hallottam azért, hogy küldik pszichológushoz. Menjél pszichológus, de a pszichológus mit mond? Menj a pszichiáterhez, adjon neked gyógyszert, hogy nyugodjál meg. De nem tanítanak meg arra, hogy te magad kezeld azt, amit érzel. Arra nem tanítanak meg, csak tömjed magadba a pirulát. Oké? Okay? Na most, figyeljetek el, mit mondok én, és hogy lássátok meg, mit jelent az, hogy érzelmi intelligencia. Hadd mondjam el, hogy amit a Daniel Goleman ajánl nekünk, amit leírt, az a következő féleképpen hangzik. Tehát van két típusú érzelmi intelligencia. Az első típus az intrapersonális, az azt jelenti, hogy én önmagammal kapcsolatban érzem, tudom, felismerem az érzéseimet, és tudom kezelni, tehát önismeret, első pont, ismerem önmagamat, tudom, hogy milyen érzéseket tudok kiváltani magamba. Aztán van önmotiváció, az pontosan az, hogy ez egy, hogy is mondjam ezt magyarul, lehet, hogy nem jól mondom magyarul, intrinzék, az jó? Intrinzék? Belső. Egy belső motiváció, az azt jelenti, hogy nem külső. Tehát nem várok kívülről semmilyen olyan, ingert, ami motiválna engem, hanem önmagamtól képes vagyok motiválni magamat. Hogy hajrá, gyerünk, ne add fel! Például. Tehát nem várom azt, hogy legyen egy sikerélményem kívülről, hogy valami nekem bizonyítsa azt, hogy hű, de jól csinálod, ha tovább csinálod, kapsz egy csokit. Mert az a külső motiváció. Kapok valamit cserébe. Az, ami extrinzik, ha úgy mondjam, a külső motiváció. Tehát valójában én nem várom azt, hogy kívülről kapjak egy visszajelzést, hogy jó, de jól csinálom. Hát egyszerűen csak önmagamtól döntök úgy, hogy csináljam tovább. Oké? Okay? És a harmadik pedig az a önszabályozás, ahogy ő mondja, az azt jelenteni, hogy én magam, ugye különböző technikák által, meditáció által, vagy az újra, ki tudja, te tudod, újra definiálás, vagyis újra fogalmazás által, és ez egy pszichés aktivitás, mondjam úgy. Tehát a meditáció az mondjuk egy fizikai aktív, de nem csak azért, mert le kell ülni, ugye csendben lenni, vagy valami, és elmélyülni például, vagy mondjam más szóval, hogy elmélkedni magadon, megfigyelni önmagadat, mondjam másképpen, hogy egy önkutatást végezni, önfelfedezést. Milyen vagyok én, milyen vagyok belül, mit érzek, milyenek az érzéseim. Minden pillanatban rájövök, mikor van egy érzésem, egy új érzésem, akkor rájövök, hogy hopp, most ezt érzem. És felismerem, hogy az az érzés micsoda. Például meglepetés, vagy félelem, vagy egy icipici, értitek?
akármilyen érzésed van, felismered. Ha fel tudod ismerni, akkor rögtön tudod kezelni. Tehát azt jelenti, hogy önszabályozás, hogy valójában te leülsz, azt mondod, oké, engem ez nem affektál, ez nem befolyásol, mély levegő, kifújom, elengedem, menjen, másnak való, nem nekem. Oké? És békét keresek. Na, hogy keresek békét? Nem is azt kell mondanom, hogy keressem, hanem találok. Oké? Tehát az mit jelent? Csak jusson eszedbe, milyen érzés a béke. Nem kell megint külső inger, vagy valami, hogy te, ugye milyen békés itt az külső inger, ugye milyen szép ez a hely itt, ahol vagyunk. Milyen békés, meg stb. Hiába énekelnek mások, elmegyünk oda a fák közé. De gyönyörű, milyen békés, ez külső inger. Oké? Mert látod a környezetedből jön be. De erre nem, nincs szükség valójában. Figyeljetek, milyen érdekes szó a szükség. Én azt mondanám, hogy szükség. Szűkében vagy valaminek. Oké? Tehát rá szorulsz. Na most, ha nem így csinálsz, hanem azt mondod, hogy oké, nincs szükségem arra, leülök, behunyom a szememet esetleg, vagy egy relax zenét tehetek fülhallgatón keresztül, és csak lélegzek, szépen lassan, nem kell gyorsan, lassan, oké? Be, ki, hagyod egy kicsit, be, ki, akartok egy kicsit? Igen. Jó? Na mit szólnátok akkor, hogy csak annyit, így ellazultok, ahogy vagytok itt, oké? És ha akartok, ha nem, senki nincs kényszerítve rá, aki akar, csak egyszerűen csukja be a szemét egy pillanatra, nem számít az, hogy mit hallotok körülöttetek, és annyit csináltok, hogy lassan vegyetek mély levegőt, nem sietve. Tartsátok bent 3 másodpercig, és lassan ki. Még várj. Most vegyél új levegőt. Tartsd bent 1, 2, 3. Engedd ki lassan. Várjál. Most vegyél új levegőt. És engedd ki lassan szépen. Ezt az érzést, amit most érzel, ez egy megnyugvás. És ezt meg lehet tartani folyamatosan. Olyan, mint egy lazítás, olyan, mint egy csak egy csend, ami körülvesz, elkülönülsz a környezetedből, benn maradsz az elmédben, és csak figyeled a lélegzetet, semmi mást. Figyeled azt, ahogy áramlik a levegő be és ki. És figyeled önmagad, figyeled a tüdődet, figyeled a torkodat, figyeled az orrodat, a levegőnek a hőmérsékletét, ennyit figyelsz, semmi mást. Érzed, ahogy tágul a tüdőd, a mellkasod, és aztán ahogy összeszűkül, megint tágul, megint összeszűkül, és ez önmegfigyelés. Jó, amikor akarjátok, visszajöhettek. Oké? Okay. Tehát figyeljétek meg azt, hogy kellemes volt-e vagy sem. De most gondoljátok arra, ha ezt többször ismétled egy nap. Ha ezt többször csinálod, oké? Okay, gyakorlatba viszed. Akkor ez már rögtön a stresszt oldja. Oké? Okay. De az én kérdésem az, hogy miért nem tanítják többet? Az embereknek kellene tanítani ezt, mert nem csinálják. És ez nem egy olyan dolog, ez nem egy, ezotérikus valami, vagy valami vallásos valami, vagy valami szektai, nem gyakorlat, nem. Ez annyi az egész, hogy te önmagadat ismered meg. Ennyi.
Tehát valójában nincs mögötte semmi titok. Oké? Okay? Na most, menjünk tovább egy picit. Azt mondtam, hogy újra... Mi? Há, nem figyeltetek? Újra definiálni, vagy újra fogalmazni azt, amit nem akarok, vagy ami pont az életemben van. Például azt mondtuk, hogy rák. Oké? Okay? És azt úgy tudjuk, hogy a rák negatív, a rák az halálos, a rák az, az egy konfliktus. Ha már nekem van egy ilyen diagnózisom, akkor rögtön konfliktusba lépek vele magával a rákkal, magával a betegséggel, és a konfliktus maga, amit termelek, amit táplálok iránta, az már stressz. Oké? Okay? Na most van, hadd mondjam azt, hogy van pozitív stressz is. Milyen lehet a pozitív stressz? Valaki el tudná mondani? Mi lehet egy pozitív stressz? Nem úgy. Nem. Autóversenyen vagyok is. Például? Rajtot várom, hogy pozitív stressz. Oké. Okay. Például? Más valami? Ami? Tessék? A flow. A flow az azt jelenteni, hogy például áramlok a dolgokkal együtt. De az nem stressz. Ez pozitív. Tessék? Nem stressz. Nem értem, bocsánat. Nem pozitív érzés. Nem pozitív. Téged. Nyertem a lotton. Ja, nyertél a lotton? Nyertél a lotton? Igen. Nem is lehet hal. Az nagy öröm, nem? Mennyi? Nem igaz? Hát mit tudom én, jó pár száz milliót. Úgy igen. Más valami? Tudtok mondani más valamit? Hányan éltek? Hányan éltek párkapcsolatban? Bocsánat. De most a párkapcsolatban van olyan, hogy nincsen pozitív stressz, hanem állandóan piszkál a párom, ugye? De mi van akkor, hogyha nem piszkál, hanem tényleg van egy harmonikus párkapcsolat? Egy pozitív stressz lehet a szeretkezés. Oké? Okay? A szerelem. De az is nem annyira pozitív, mert 3 év után elmúlik. Miért? Mert a szervezetünk úgy véli, hogy az állam... Tehát mi történik, hogyha szerelmes vagy? Amikor a párod nincs melletted, akkor már aggódsz. Akkor azt mondja, mit csinálhat, mit csinálhat, merre jár? Ugye? Vagy a sóvárgás. Oké? Sóvárogsz utána. Az nem. Az nem jó. Na, azért a szervezetük azt mondja, hogy elég volt a szerelemből, mert itten meg fogsz betegedni. Ezt nem csak én mondom egyedül, ezt sokan mondják mások pszichológusok, hogy ez azért történik, azért múlik el a szerelem. És valójában itt van egy olyan dolog, amit meg kellene tanulnunk, a könyvemben beszélek erről egy egész fejezetet dedikáltam rá, hadd mutassam meg. A 12. fejezet, kinél van könyv? 185. oldal. Megvan? Mit ír? Feltétel nélküli szeret. És a legelső, amiről írok, lapozz egyet. Párkapcsolatban. Na, meg fogsz lepődni. Oké, tehát feltétel nélküli szeretetet kell táplálni a párunk iránt, mert az nem stresszes. Az nem stresszes. Az megnyugvás. Az valójában egy olyan, hogy ó, de jó, hogy itt vagy. Tudod? És az állandóan, tehát minden nap felkelsz, és azt mondja, jaj, de jó, hogy itt vagy. Tudod, és átölelek. És nem vársz el semmit, azért feltétel nélküli. Nincs elvárásod a párodtól, jó? Ez egy másik téma lenne, amiről beszélhetnénk még egy napig. Oké, de térjünk vissza akkor a stresszhez. És azt mondtam, hogy újra kell fogalmazni. Tehát, hogyan fogalmazunk újra, és most arra kérlek titeket, figyeljétek meg, hogy az érzelmi intelligencia hogyan változik meg csak egy csettintésre. Abban a pillanatban, amikor te máshogy fogalmazod meg magát a betegséget,
akkor azonnal más lesz a viszonyod vele. Tehát abban a pillanatban, mondjuk így, a stressz első, vagy a betegség első pillanatban negatív. Az azt jelenti, hogy az én viszonyom a betegséggel az konfliktusos viszony, tehát negatív viszony. Ha viszonyom negatív, akkor én úgy is kezelem a betegséget negatívan, tehát eltaszítom, nem akarom látni. Oké? Okay? Ugyanakkor a tapasztalatom is negatív lesz emiatt. Tehát negatív tapasztalatot fogok táplálni, tehát nekem a visszajelzés, ami jön az én valóságomból, az negatív lesz. És ez erősíti a hitemet, a negatív hitemet erősíti arról, hogy a rákos betegség negatív, nem jó. Figyelitek? Oké? Okay? Na itt jön az ugrás. Mielőtt elmondom az ugrást, mondok egy analógiát. Próbáljuk meg gondolkodni egy kicsit. Én nem szeretem rögtön hirtelen beletenni az emberek szájába a választ, azért, mert szokratikus tanítást, nem tudom, hogy ismeritek a szokratikus tanítást, de inkább kérdéseket teszem fel, válaszold meg te. Jó? Jöjjél rá. Próbáljuk definiálni a problémát. Mit jelent a probléma? Valaki el tudja mondani nekem, hogy a probléma, azt hogyan tudjuk definiálni, micsoda az? Tessék? Megoldandó feladat. Mondhatjuk azt, hogy valami, tessék? Amivel konfliktusban vagy, mert nem akarod, ez egy probléma. A probléma elindít egy jó úton, hogy a jó útfele menjek, vagy a megoldás. Vagy nem. Azért, mert ha a problémát tud, van egy olyan, hogy prokrasztináció, nem tudom, jól mondom ezt magyarul? Prokrasztináció. Nem magyarul mondják, tudom, hogy nem magyar. halogatás, azaz. Köszönöm. Halogatás, az a jó. Tehát, ha a problémát halogatom, csak elteszem, beteszem a fiókba, az még nincs megoldva. Oké? Okay? Tehát figyeljétek meg, a problémát mi úgy nevezzük, hogy valami, amit meg kell oldani. Oké? Okay? Na most mi lenne, ha újra fogalmaznánk a problémát? Hogyan tudjuk újra fogalmazni a problémát, hogy ne legyen többet probléma? Úgy, hogy például a probléma az nem egy probléma, hanem egy lehetőség számomra, hogy megismerjem önmagam mélyebben ebben a szituációban. Pont. Azonnal a te hozzáállásod megváltozik, mert a definíciója maga már nem negatív. Én nem azt mondom, hogy fordítsuk meg 180 fokot, és hogy csináljunk a negatívból pozitívot. Azt mondtam, hogy jópi, rákom van, nem kérem ezt senkitől, mert hát lehet, hogy nem sikerül. Hogy valakinek van egy baleset, egy autóbalesete, nem fogja azt csinálni, hogy jaj, de jó, volt egy balesetem, ugye? Senki nem örül neki. Na jó, nem azt mondom, hogy legyen a negatívból pozitív. Nem kell úgy legyen. Legyen érvényes. Nem tudjuk érvényteleníteni azt az eseményt, ami már megtörtént. Miért? Mert megtörtént. Egyszerűen azért. És hogyha nem lehet érvényteleníteni, akkor fogadjuk el érvényes tapasztalat. Ha az egy érvényes tapasztalat, oké, okay, néhányotoknak a könyvben, nem tudom, hogyha mindenkit van, hagytam elől egy üzenetet. És az egyik üzenet az pontosan, hogy minden tapasztalat egy érvényes tapasztalat, fogalmaz újra. Az azt jelenteni, hogy pontosan ilyen esetekben változtasd meg azt a fogalmat, amit adtál annak a problémának. Ha rák, akkor mit mondunk a rákra? Ugyanazt. Egy érvényes tapasztalat, és most lehetőségem nyílik arra, hogy megismerjem önmagamat a betegség közepette. Oké? Okay? Tehát azonnal már nem negatív, nem kell legyen pozitív, legyen semleges, de már nem negatív, tehát akkor már a viszonyom vele nem negatív, nincs akkora stressz, mert már máshogy látom a dolgokat. Ha nincs akkora stressz, rögtön nem, úgy mondják, hogy immunoszupresszív ez a stressz, ugye? Tehát már nem nyomom el az immunrendszeremet,
és rögtön a szervezetem pozitívabban kezd reagálni, ami benne van. Oké? Tehát ez nagyon fontos. És akkor mi történik? Az történik, hogy az én viselkedésembe is meglátszik az, hogy én újra definiáltam a problémát. Tehát mostantól már nincs konfliktusom vele, és azt mondom, hogy jó, na lássuk akkor, hogyan megyek ki belőle. Oké, mit kell tennem, hogy bebizonyítsam önmagamnak, hogy én mesteri szinten meggyógyulok. Most sokat beszélhetünk arról, hogy öngyógyítás. Oké? Vannak technikák, és ez pontosan ilyen pszichés, elmei, spirituális technikák, amelyek segítenek abban, hogy meggyógyulj bármilyen betegségből. Lehet használni eszközöket, ez nem kell kizárni minden eszközt, tehát például az orvostudománynak az eszközeit nem kell mindent kizárni, de ezek a technikák, például a meditáció, ahogy mondtam, az újrafogalmazás, ezek segítenek, hozzá segítenek, hogy már könnyebben küzd le. Oké? Na most itt van egy probléma, amikor sokan arról beszélnek, hogy küzdelem, küzdenek a betegséggel. Mit jelent a küzdelem? Maga a szó. Harc. A harc mit jelent? Stressz. Verekedés. Stressz. Nagyon jó. Ki mondta? Nagyon jó. Újra stressz, mert maga a harc az... Ugye? Boxolunk vele. Vagy bármilyen más. Tehát maga a harc, a küzdelem, szerintem én kicserélném ezt a szót ebből a szótárból, nem harcolok vele, hanem békét kötök, vagy még jobb. Együtt nem, mert el kell menjen. Hát igen. Betegségről beszélünk, az el kell menjen. Szeretettel, azaz. Szeretettel, mert a szeretetnek az energiája, a frekvenciája az pontosan azt csinálja, hogy megváltoztatja te pH értékedet. Oké? Okay? Tehát szeretettel kell iránta viszonyulni, és automatikusan ez azt mondjuk, hogy csoda? Nem csoda, ez tudomány, most már itt le van írva. Tehát ha azt kérdezzük, hogy Jézus hogyan csinálta az ő csodatételeit, most már addig, ameddig nem értjük meg, hogy hogy működik, azt mondjuk csoda vagy mágia. De ha megértjük, hogyan működik, és ez van itt. Azért mondom, hogy teremtés fizikája, mert leírom azt a mechanikát, azt a dolgot, hogy hogyan is működik maga ez a csoda. Oké, a teremtés. Na most, hogyha megértjük, akkor már nem csoda, akkor már nem mágia, hanem tudomány. Most azt megértem, hogy lehet, hogy vannak sokan olyanok, akik nem nagyon szeretik a tudományt, mert a tudomány maga becsapta őket, ugye? És itt beszéltünk a Covidról is, ugye? És akkor, hogy valójában ez a tudomány, ez a hivatalos tudomány, ez milyen tudomány? Ugye? Antitudomány. Oké? Okay? Nemrégen kaptam egy videót, csak ezt most zárójelbe tenném, kaptam egy videót, ahol egy Pfizeri munkás, egy vegyész kiment, kiszállt az üzletből azért, mert egyszerűen nem bírta tovább, hogy teljesen tudomány ellenesen dolgoznak a cégnél. Úgy elmondja a videóban, hogy amikor ő tanult az egyetemen és tanult a tudományt, meg a kutatást, meg a tudományos módszert, az nagyon jó valójában. A probléma csak az, hogy nem viszik véget, nem viszik gyakorlatban magát a tudományos módszert. Tehát empirikus, rendben van empirikus módszer, de nem csinálják úgy azt mondani, mikor bekerült a céghez, csak állt és bámult, és azt mondta, hogy felejts el mindent, amit tanultál az egyetemen, mert itt semmit nem úgy csinálnak. Semmit nem úgy csinálnak. Ez videón van, tehát ezt meg át tudom adni, csak annyi, hogy angolul van, de ezt nemrég kaptam pár napja, a héten, és mikor láttam, wow, na nesze, nem az egyedüli, mert más cégeknél is ugyanez folyik, ugye? Nos, azt akarom mondani ezzel, hogy ha mi megismerjük azt a mechanizmust, hogy hogyan működik a valóság, hogyan működik a szervezetünk, akkor már sokat nyerünk vele, mert tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Arra való az orvostudomány, ugye arra való más,
ugyanúgy a pszichológia, ha tudom, hogy hogy működik az elmém, tudom kezelni. Nem igaz? Akkor tanuljuk meg. Én sokszor azt mondom, hogy én a társaim ellen beszélek, mondjuk a pszichológus társaim ellen beszélek, mert azt mondják majd nekem, hogy hát elveszem a klienseket. Vagyis, hogy én azt mondom, tanuld meg kezelni saját magad, ne legyen szükséged pszichológusra, meg magam ellen is beszélek akkor, nem igaz? Tehát miért? Mert ha megtanulod kezelni önmagad, akkor minek menjél orvoshoz, minek menjél pszichológushoz? Tessék. Nem lenne egyszerűbb az, hogy a pszichológus megtanulná, hogy hogyan kezelje önmagát, és akkor tudna másokat is kezelni. Ez nagyon jó. Igen, azért, mert vannak olyan pszichológusok, akik nem tudják kezelni magukat. De hadd mondjak valamit, mert van egy konkrét példa erre, tehát volt egyetemi kolléga, mesélte nekem, hogy neki is volt egy másik kollégája, aki most depressziós és pszichológus. Mi? Nem hiszem el, de hát megvan minden eszköze, hogy kezelje magát. Akkor miért? Mit csinál? Hát nem tudom. Hogy lehet depressziós egy pszichológus, ugye? Tehát itt van az, hogy ha egy depressziós pszichológus próbált neked segíteni, az nem hiteles. Akkor miről beszélünk, mit csinálsz? Nem igaz? Vagy mondhatnám úgy, hogy egy nutricionista, jól mondom? Nutricionista, aki túlsúlyos, ad nekem tanácsot. Hát ne haragudjál, nem úgy nézel ki, aki tudja, hogy mit ajánl. Nem igaz? Már bocsánatot kérek érte, ha valakit megsértek ezzel. De ez így van. Én. Tehát, ha valamit ajánlasz, mert ez van egy magyar szó erre. Nem. Na meg is túl melegen. Hypocrite. De magyarul? Álszent. Jó. Oké. Tehát akkor az egy álszent, ugye, hogy azt mondja, hogy milyen sokat tud segíteni, de ő rajta nem látszik. Ugye? Na jó, akkor értsük meg azt, hogy amikor mi átváltoztattuk, újra definiáltuk az értelmét annak a dolognak, ami minket zavar, betegség, konfliktus, akár családba is konfliktus, akármi legyen, vagy mondjuk, hogy pénzhiány. Oké? Még az is. Bármilyen tapasztalatod van, amit normális esetben negatívnak ítélnél meg, abban a pillanatban, amikor te azt mondod, mostantól ez nem negatív, hanem érvényes, és nekem most egy lehetőségem van arra, hogy megismerjem önmagamat ebben a szituációban, automatikusan megváltozik a te hozzáállásod, a te viszonyod vele, és rögtön javul a helyzet abban a pillanatban. Szóval figyeljétek meg, mert az érzelmi intelligencia itt már be is lépett, és azt jelenti, hogy nem vagyok többé konfliktusba vele. Figyelitek? Már nincs konfliktus. A konfliktus kezelés, ez sokfele tanítják, habár itt-ott biceg. Na most a másik, amit figyeljétek meg, az érzelmi intelligenciának itt nincs még vége, ahogy Daniel Goleman mondja, van egy interpersonális intelligencia, és az azt jelenti, hogy szociális képessége, tehát mi egymás közt. Oké? És ennek is van egy olyan része, hogy köztudat. Oké? Hogy a köztudatban közöttünk mi tudjuk, ismerjük egymást. Oké? Megismerjük egymásba a másiknak a kifejezett, amit kifejezünk, ha nem fejezzük ki, akkor nem látjuk, de fel tudjuk ismerni másokban az ő érzelmeiket, és esetleg közbe tudunk lépni, hogy javítsuk. Oké? És ez mit jelent? Azt mondja Goleman, hogy szociális képességek és kommunikáció. Ugye? Tehát beszélgessünk. Mondd el. Mi van? Tehát egymásnak is lehetünk pszichológusai, ha arról van szó. Ugye? Mondd el. És akkor a viszonyok kezelése az lenne, hogy javítsuk azokat a viszonyokat. Pont úgy, ahogy mondtam. Tehát mert amikor újra definiálsz,
megváltozik a viszonyod a problémával, magával. Oké? Na most, van egy olyan dolog, van egy technika, amit úgy hívnak, hogy mindfulness. És a mindfulness az arra való, hogy te állandóan, ezt fordítsuk le magyarra, azt jelenti, hogy elmében teljes, ha jól mondom, és állandó figyelem, maximális figyelem a jelenben. Vagyis, azt már tudjuk pszichológiában, hogy ha te a múltban élsz, az elméddel állandóan múltban vagy, az depresszió. Ha viszont a jövőben vagy, ami még nem történt meg, akkor mi van? Aggodalom vagy, más szóval? Szorongás. Így van. Tehát figyeljétek meg, mert a mindfulness azt ajánlja, hogy legyél az jelenben, ne legyél se a múltban, se a jövőben, a jelenben. És az mit jelent? Egy nagyon egyszerű technika, ami azt mondja, hogy figyelj oda minden cselekedetedre, minden gesztusodra, abban a pillanatban, amikor történik. Oké? Tehát arra figyelj, oda koncentrálj, nem másra, nem a múltba járjon az eszed, jaj, de kár, hogy az történt, meg amaz történt, vagy félek attól, hogy hú, elvesztem a munkahelyemet, hogy a feleségemnek nem tudom milyen baja lesz, vagy a gyermekemnek baja lesz, vagy aggódok ezért, meg azért, ami még nem történt meg. Most arról van szó, hogy félelem, ugye valójában a szorongás az egy félelem, az egy irracionális félelem. A félelem maga lehet racionális, amikor azt mondjuk, hogy valójában adaptatív, ezt úgy hívjuk, hogy segít abban, hogy te legközelebb ne legyél veszélyben. Tehát pontosan arra való, hogy elhárítsd a veszélyt. Ez egy racionális félelem, ami megmentheti az életedet. Például, hogyha megjelenik egy autó és majdnem elüt, akkor te elugrasz, nem maradsz előtte. Nem igaz? Vagy ha megtámad egy valállat, vagy egy veszett kutya, mit csinálsz? Ha mented az életedet, normális, hogy félsz. Nem igaz? De egy irracionális félelem az azt jelenti, hogy a dolog nem történt meg, és nem imminens, tehát azt jelenti, hogy nem rögtön, hamarosan meg fog történni. Akkor minek féljek tőle? Nem igaz? Tehát ilyen érvekkel saját magadat tudod táplálni azt, hogy nincs értelme annak, hogy féljek valamitől, ha nincsen semmilyen jele, hogy veszélyben lennék. Oké? Tehát akkor a szorongást, lélegzés, kiengeded, semmi probléma. Oké? Na most ám, de a félelemnek van ám egy olyan része, egy olyan funkciója, ami már spirituális. Figyeljetek meg, ha megengeditek nekem, ezt elmondom. Van egy spirituális funkciója, és az, hogy felhívja a figyelmedet arra, hogy te kimozdultál, mondjam úgy, a te valódi énedből. Na most ezt írom le a könyvembe, ezt is, azért ajánlom mindenkinek. Mit jelent? Mi a mi eszenciánk? Mi a mi lényegünk? Tudjátok megmondani? Te tudod. Mi az eszenciánk? Tudjátok-e? Ami isteni mi voltunk. Mi az? Tessék? Élet. Jó, de valójában én egy frekvenciára vagyok kíváncsi. Egy érzésre vagyok kíváncsi. Szeretem! Ez az eszenciánk. Ez az eszenciánk. Tehát amikor félünk, nem vibrálunk, nem rezgünk szeretetben. Hanem pontosan ezt meg már felfedezték, hogy a félelemnek is van hullámhossza, ugye? Meg hullámzik, meg frekvenciája van, ugye? Meg amplitúda van. És ugyanúgy a félelemnek is. De hogyha te az egyikbe vagy, akkor nem vagy a másikba. És akkor a félelem vehetjük úgy, hogy mostantól újra definiáljuk, hogy a félelem, semmi baj a félelemmel. Van nekem egy videón pontosan a YouTube-on, mindenkit meghívok, hogyha akarja, lépjenek be a Facebookba először, és keressék meg ugyanezt a Teremtés Fizikája nevű oldalt, ott írhattok is nekem, oké? Okay? És ott keressetek meg egy videót, aminek az a címe, hogy ne félj félni. Oké? Okay? Miért?
Mert a félelmet mostantól úgy vesszük, mint egy eszközt arra, hogy felhívja a figyelmemet, hogy valamit nem jól csinálok. Oké? Okay? És az azt jelenti, hogy ha én kimozdultam abból a frekvenciából, hogy szeretet, már nem szeretetben élek, hanem félelemben, ugye? Akkor nekem a félelem azt kell mondja, hogy hé, menj vissza! Például van egy nagyon jó filozófus, egy amerikai, Derry Lankának hívják, azt mondja, hogy a szeretet kopogtat, bocsánat, a félelem kopogtat az ajtódon, és te odamész, és mondod, ki az? A félelem. Jaj, nem akarlak, menj innen, nem akarom az életemben, nem? Rendben van, majd visszajövök. Visszajön később a félelem, megint dörömből most már, nem kopok, a dörömből, és megint megkérdezed, hogy ki az? Hát a félelem. Át kell adjak egy üzenetet. Jaj, de nem akarlak itt, nem akarlak, tűnjen az életemből, nem akarlak az életemben. Rendben van, de visszajövök olyan erővel, hogy lefújom a házat felőle, de akkor is át kell adjam az üzenetet. És majd mikor visszajön megint, akkor már berúgja az ajtót. Hé! Térd már magadhoz! Nem úgy vibrálsz, ahogy kell. Oké? Okay? Ez a funkciója. Vegyétek úgy, hogyha valamikor féltek vagy szorongtok, jöjjetek rá rögtön arra, hogy hoppá, nem úgy vibrálok, mint mondjam úgy, mint egy iránytű, ami pontosan mutatja az éjszakot, ugye? Tehát billenjünk vissza a mi valódi énünkbe, mert a valódi énünk az a szeretet. És ha nem abba rezgünk, akkor viszont megjelenhetnek más problémák is, betegség, stb. És így tovább. Oké? Okay? Na most, körülbelül ennyi, mert azt hiszem, hogy lejár az időm. Azt szeretném még mondani nektek, hogy akkor, ha beléptek a Facebookba, akkor ott tudtok nekem írni. És akinek például, aki szeretné a könyvet, azt itt mindjárt a bejárat mellett megrendelitek, kiviszem oda a csomagot. És még valamit szeretnék, hogyha valaki akar még beszélgetni erről a témáról, akkor mondjuk így félreállhatunk, és összegyűlünk egy kis csoport, és kérdezhettek, stb. De nem tudom, mennyi időn maradt. Van még? Akkor lehet kérdezni. Ha van kérdés. Mondd meg, hogy... Persze a téma az nagyon hosszú, mondhatnám, hogy kimeríthetetlen, ott az Úr, az szemüveges. És valójában jó sokáig lehetne firtatni. Igen. Nagyon gratulálok, meg örültem ennek a nagyon kiváló előadásnak. És csak még amit akartam kérdezni, hogy nyilván én is foglalkoztam hasonló dolgokkal, nyilván az a mindfulness is érdekes, mert rájöttem, hogy valójában ez a buddhista vipasszana meditációnak pontosan egy kilúgozott változata, igen, meg az ennek is ugyanaz az alapja. Igen. Én csak ezt akartam mondani, hogy és ez is nagyon jó, mert ezen keresztül, tehát a tudományon keresztül bejön a köztudatba, meg a pszichológián keresztül. Csak ezt akartam kérdezni, hogy ön ezeket, vagy te, vagy nem tudom, igen. Nyugodtan tegeztetek. Hogy ezek, tehát ezt az eredetét, mert hogy most is beszélünk, mindig én úgy láttam, hogy én már először foglalkoztam ezzel a mindfulness-et, meg rájöttem, hogy mégis a, úgymond a buddhista doktrinákat kell megérteni, ami ebben nincs benne. Tehát, hogy az elmét megérteni, meg a hamis ének, stb. Hogy ezek gyakorlatilag, hogy ezekre miért nincs felhívva a figyelem, mert nyilván van, aki mélyebben szeretné megérteni, igen. És az meg sajnos ott van. Tehát, na mindig csak ehhez a vipasszanához. Pontosan azért, ugyanúgy, ahogy a mindfulness, de most már egyre jobban terjed a mindfulness, mert valójában egy John Kabat-Zinn nevezetű amerikai pszichológus hozta be, aki megtanult ezeket a meditációkat, a zen meditációt, és ő hozta be a legelőször a köztudatba, de ahogy mondtam, hogy itt is ezekbe a könyvekbe leírják, hogy mit kellene tenni, és mégsem azt teszünk, vagy mégsem azt teszik a profik, hát ez szégyen valójában, nincs mit mondjak. De ezt nagyon jól mondott, hogy be kellene hozni a köztudatba azért, mert nagyon sokat segít. Most a másik része a kérdésnek, hogy az igazság az, hogy én személy szerint én azt szeretem csinálni, hogy összevetek különböző technikákat, és kiveszem a javát mindegyikből. Mert most, hogyha vipassanáról beszélünk, az egy picikét különbözik, ugye, mert az egy másfajta meditáció, de például a mindfulness-ben az is lehet, hogy én járok az utcán, és közben meditálok.
járás közben odafigyelek, hogy milyen érzés az, amikor lépek, és a talpamon az a nyomás, a saját súlyom hogyan érződik. Ha rálépek egy kőre, mit érzek? És ott van az elmém, nem a múltban, nem a jövőben, hanem a figyelem maximális, mondjam úgy, hogy kiterjedése, az mindig a jelenben van. Ez érdekes, mert nagyon nehéz lenne megmaradni a jelenben. Mindig valami eszedbe jut a múltból, ugye? De a gyakorlat az segít. Tehát ha egyszer csinálod, nem nagyon fogsz sokáig fenntartani a figyelmedet, de gyakorlatozni kell. Azért mondják, hogy gyakorlat teszi a mestert, nem igaz? Na most, én csak arra tudom ösztönözni mindenkit, hogy próbálja ki. Még valamit nem mondtam el, hogy én tartok magánórákat is, vagy tanfolyamokat is. Például lesz egy tanfolyam most szeptemberben Budapesten, csak az a baj, hogy nagyon szűkös a hely. Csak 15-en, talán 20-an férnek be. 17-én, szeptember 17-én lesz egy ugyanilyen hasonló érzelmi intelligencia tanfolyam a Flow Studióban. Ez ott van körülbelül a Hősök terétől nem messze. De most nem tudom az utca nevét. Na mindegy. Azon kívül online is tartok beszélgetéseket, tehát keressetek meg, ha valami szükségetek van valamire, akkor megpróbálok segíteni. Rendben? Na, van-e még kérdés? Ha nincs kérdés, ez mindig úgy szoktam mondani, hogy két dolog történhet. Nem úgy. Az egyik az, hogy olyan jól elmagyaráztam, hogy minden világos, és akkor nincs mit kérdezni tovább, vagy olyan rosszul magyaráztam el, hogy nem tudjátok, mit kell kérdezni. Igen. Az, hogy nincs múlt, meg ne gondoljuk a múlttal, ez nekem nagyon nem jó. Tehát múlt nélkül nincs jelen, és nincs jövő. Ha csak mondok egy ilyen egyszerű szót, hogy tapasztalat, hogy tudom gyakorolni az életet, az a múlt. A múltban szedem a tapasztalatot, arra tudom építeni a jövőt. Jelenbe élni, az vegetáció. Vegetációs életet nem akarok. Akarom a múltat. Ha a múltra építem a jövőt, az megbízható és jó jövő. Az a baj, hogy nekünk nem a múltra építik a jövőt, hanem vannak új gondolkodók, akik ugye a WEF, a világgazdasági forum, akik akarnak találni újat, állandóan újat, új mesterséget, és ott járnak már, hogy új teremtő lesz, vagy ők teremtik a világot. Tehát, ha nem látom reálisan a múltat, a múltból le lehet vonni minden tapasztalatot, hogy jól éljem az életet. Tehát a múltra kell foglalkozni, én így érzem. Köszönöm, nem haragszol. Nem, és nem arról, én nem ezzel ellen, bocsáss meg, oké. Nem ezzel ellen beszéltem én, hanem olyan múltban ne ragadj le, ami negatív volt a számodra, a traumákról van szó. Tehát ne ragadj le a traumáknál, vagy olyan valamiben, hogy elvesztettél valakit például, és most már nem tudod elengedni. Oké? Tehát én nem a mi múltunkról, mint magyarságban, nem erről beszéltem, hanem arról, hogy ugye elmédben ne ragadj le valamivel, amit nem tudsz elengedni. El kell engedni a dolgokat, amelyek negatívak. Oké? És a jövőben megint arról lenne szó, hogy ugye ne féljek a jövőtől, tehát nem kell szorongásban élnem, hogy valami rossz fog történni. Oké. De ez még hozzá szeretném tenni, hogy és az a baj az újjal, hogy mindig lerombolja a régi. Ezek az újak, és meg akarják semmisíteni. És ez fizikailag is igaz. Köszönöm. A felvétel miatt kell. Az a kérdés, hogy kaptál-e már egy ilyen cédulát a nyelvelős udvari bolondtól? Még nem. Köszönöm szépen. Itt az ideje neki a kérdés, csak hogy fél cédula vagy kis cédula. Nem most arra otthonra. Úgy egész. Tessék, ez az úr még akar. Nem, én csak ehhez akartam még. Igen. Ja.
doktor úrnak akartam még mondani ezzel kapcsolatban, hogy nyilván, hogy a múltra kell foglalkozni, meg a jövővel is, csak amikor foglalkozok, akkor abban a jelenben legyek benne, mert amikor ebben a jelenben vagyok, akkor az a baj, hogy lehet kapálnom kellene, az közben meg a múlton jár az elme, és nem veszem észre, nem tudok a jelenben lenni, tehát nyilván ez elsősorban nyilván az úr ezt mondta, meg nyilván ezt kell megtanulni, mert nagyon sokszor, amikor a jövőt tervezem, az is akkor az a jelen, hogy most tervezem a jövőt, akkor abban legyek 100%-on abban a jelenben, amikor épp a jövő tervezés cselekedetét végzem. Tehát csak ezt akartam még kiegészíteni, hogy azért ez fontos, hogy nem akarta ő se, meg én se, meg a Vipasszana se, meg a Mindfulness se cáfolni, hogy ne foglalkozzunk a múlttal. A tradíciókat nagyon is ápolni kell, mert nyilván a szakrális tudás ott van, és nyilván azok ellen meg én is azt gondolom, még harcolni is kell, hogy akik le akarják ezt rombolni, hogy ezt a tudást ne tűnjön el a világból. Pontosan, nagyon köszönöm. Tegyek hozzá még valamit, hogy ha nincs múltunk, nincs identitásunk, ugye? Tehát valójában azt nem szabad elengedni, mert az identitásunk nagyon fontos, és az ősi tudás. Az ősi tudás az azt jelenti, hogy mi most gyakorlatba vihetjük olyan dolgokat, amelyeket már az őseink tudtak, de valahogy elfelejtettünk, vagy kitörölték, ugye, a történelemből. Ez nem, ez nagyon fontos az, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, itt belül mit érzel. Oké? Mert az identitás, én nagyon sokat beszélek az identitásról itt, mert az identitásunknak, mondjam más szóval úgy, hogy az azonosság, az személyi azonosságod, önazonosság, mit tartalmaz? Mert neki van egy tartalma. Oké? Például akkor, amikor azt mondod, hogy beteg vagy, azt mondod, hogy én betegség vagyok. Nem azt mondom, hogy beteg vagyok, hanem betegség vagyok. Maga a betegség vagyok. Azonosulsz vele. Oké? Okay? Tehát nem hogy hazugság, hanem a tartalma a te azonosságodnak. Tehát meg kell ismerjük, azért mondja, hogy önismeret, ismerjem meg magamat, hogy mit tartalmaz az én identitásom. Mert attól függően, hogy mit tartalmaz, azt az információt fogod kiküldeni a forrásnak. És a forrás neked azt csinálja, hogy visszatükrözi azt, ami vagy. És akkor megkérdezem, mi vagy? Szorongás? Félelem? Mi vagy te? Vagy szeretet, vagy öröm, boldogság vagy? Mi vagy? Mert ha azzá válsz, és amit mondott Gandhi is, emlékeztek? Válj azzá, amit szeretnél látni a világban. Válj azzá! Oké, tehát felteszem a kérdést, mi az, ami vagy? Nem, hogy ki, nem a neved érdekel. Mi vagy, mint érzelem? Oké? Érthető így? Még van kérdés, vagy most már? Még van. Még van? Tessék? Jó, de nem, most már kérdés, ugye, hogyha van-e kérdés. Én azért megint nem kérdezem, hogy engem annyira érdekel, és nem tudok erről leszakadni, a Hippokratészi eskü érdekel engem, az orvosok ugye leteszik az orvosi egyetemen. De én ezt nagyon nem tartom helyesnek. Nem, közelebb tartom. Bocsánat, én ezt nagyon nem tartom helyesnek, hogy az orvosok nem tartják be a Hippokratészi eskü. Jó, most már esetleg nem kell esküt tenni erre a Hippokratészi ízére, de akkor is, tehát szakmaiatlan, etikátlan dolgokat ezért tudnak az orvosok, vagy tehetnek meg. Tehát nincs önazonosságuk tulajdonképpen, egy rossz úton vannak, én ezt mondom. Lehetséges. Most az igazság az, hogy én nem vagyok orvos, nekem nem kellett letennem ezt a... De... Érted, szóval, de igazad van teljesen, azért, mert mondjam úgy, hogyha eddig valami kötötte az orvosokat, az ez volt. Viszont ha mostantól ezt kivonják, és nem kötelező az orvosoknak, a fiatal orvosoknak letenni ezt az esküt, akkor gondoljatok bele, hogy mit tehetnek. Igen, tessék. Van egy Hippokratészi eskü, amit még itt 50-es, 60-as, 70-es években még az volt szó szerint. És ezt elkezdték változtatni, 5-10-szer már megváltoztatták. Tehát van elvileg Hippokratészi eskü, csak nem azt tartalmazza, ami az eredeti volt. Tehát átírják, hogy hívják, olyan, és nem jutunk el azokhoz az alaptézisekhez. Ez azért van, hogy
elveszítsék az orvosok az önállóságukat, az önálló döntést, és azt szokják meg, hogy ők alávetettek egy rendszernek, és annak alkalmazzanak. A Hippokratészi eskü a járványnál is annyit jelentett, hogy én is, meg más is, aki ellenáll. Ha én úgy látom, hogy ez így van, akkor én azt úgy csinálom, és én nekem, még ha van már szakmai tapasztalatom, akkor a szakmai tapasztalatom szerint kell gyógyítani, és nem szép sémák szerint. Ma már úgy nevelik az orvosokat, hogy van egy betegség, mit tudom én, hipertónia, és akkor gyorsan 15 protokollt meg kell tanulni, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, azt kell csinálni, amazt kell csinálni, és így meg jön az ötödik, hatodik, és kész. És ezt tanulják meg, nem azt, hogy az én agyamban, az én logikámmal, az egyéb olvasott tanulmányokkal, a pszichológusokkal véleményével összekapcsolódva. Tehát kialakul, és nem ezt vállalják föl, hanem azt itt volt, ugye, remdezivír, remdezivír. Mindenki megkapta a remdezivírt, ha bekerült a kórházba vénása, holott harmadik fázisban lévő gyógyszer volt, mindenkivel alá kellett volna íratni minden papírt, erre beadták is meg. Eredetileg a remdezivírbe 2017-ben, mikor elvitték Afrikába kipróbálni, 42%-a meghalt a betegeknek, 2 hónapon belül. A vesé, nem a vese, stb. Tehát ezt kell viszonyulni, hogy adni az orvosoknak is egyéni felelősséget, így lehet számon kérni. Nem az, hogy a rendszer kérje számon, hogy miért nem azt csinálja, amit én mondok a rendszer, nem az kell, nem a protokollokat, hanem kell, mert van test és lélek is, és az orvosnak kötelessége a lélekkel is gyógyítani. Tehát ha nem társalgok a beteggel, nem kezdek azon filózni, ahogy te is mondod, hogy föltárni, hogy mi van a hátterében, én még sebészként is leülök a beteg mellé, és beszélgetünk, hogy mi lehetett az az oka ennek a betegségnek. Ezt így kell csinálni, és akkor rájövök, és akkor rájön az ember, mit kell csinálni. Tehát az oktatást így viszik tévútra, az orvosok oktatását és az orvosegyetemen, hogy nihilizálják, tehát te egy senki vagy, te egy beosztott vagy, neked azt kell csinálni, amit megmondanak, csak azt a gyógyszert használhatod, csak azt valamit. Én nekem is úgy jöttem ki az egyetemről, megmondom őszintén, mint egy gyógyszer, aki csak a gyógyszerek vesz, és 180 fokot fordultam azóta már, és minden alternatív dolgot az embernek el kell olvasni, ha kell, meg kell szívlálni, és rá kell jönni. A lélek gyógyít mindent ide visszatérve. A lélek a központja, a lélek vezéri a testet. Ha tehát én bennem, az a legegyszerűbb az élet, így lehet egy mondatba összefoglalni, hogy vannak problémák. Nekem rögtön értékelni kell, hogy én meg tudom-e oldani. Ha meg tudom oldani, akkor fölvállalom és megoldom. Ha nem tudom, fölajánlom az Istennek. Én így mondom, ez a legegyszerűbb. Fölajánlom Istennek, oldja meg ő. És nem foglalkozok többet, mert stressz marad bennem. És mindig ő oldja. Ha ő büntet, ha én akarok, az sose közelíti meg az isteni büntetést. Ez is egy módszer. Tehát ez is egy módszer, jó, tiéd is jó, csak mondom, ez az én szubjektív módszerem. Jó? Köszönöm. Ez a gond is elég. Hát nem tudom, hogy benne van, most nem hallatszik, nem hallatszik. Nem hallatszik. Neil Nocere, tehát van ez a... Neil Nocere, ez régen benne volt latinul. Nem úgy van, primum non nocere, nem úgy van. Neil Nocere, így van pontosan szó szerint. Még én, mikor 1981-ben végeztem, akkor mi még van a egyetemi könyvem, amire a tanárainkkal ráírtuk, és a neurológus professzor úr azt írta rá nekem, hogy Neil Nocere, ne őj. Igen. És ha igen? Az énnek a kérdésnek. Hát nem, azt úgy kell fölvenni, hogy ha mégis meghal valaki a gyógyítás során, az lehet karma, bármi, erről is ilyenekről is lehet beszélni, tehát el kell fogadni, tehát ott az ember ott se csinálhat. De ha jön egy súlyos beteg, akkor csak azzal kell foglalkozni, mindent elengedek, és csak arra koncentrálok egy valamire, és nézni azt, hogy mit lehet, hogy jó, de hát körülbelül ilyen. Pont. Egy depressziós orvos nem tudna operálni. Nem kellene. Szokott. Na jó, tehát akkor van-e még kérdés, vagy lejárt az időnk, azt hiszem. Még mindig már? Igen? Jó, tényleg. Nos, akkor nem tudom, van-e még kérdés? Ezeket a könyveket orvosi egyetemen nem lehetne tanítani? Lehetne. De ez, jó, mondjuk a pszichopatológiát, az inkább pszichológia, de a pszichobiológia, ez érdekes, mert ez azt mutatja, hogy a pszichét
milyen kapcsolatban van a biológiáddal, tehát a test minden részével, azzal hozza kapcsolatban. Van egy másik is, amit úgy hívnak, hogy pszichofiziológia, és van egy fiziopszichológia, tehát van egy keverve, fordítva. Okay, tehát például úgy, hogy a szervezeted milyen kapcsolatban van, tehát milyen hatása van a pszichédre, az elmédre, és aztán fordítva az elme milyen hatása van a fiziológiádra. Tehát hormonok, itt figyeljetek meg egy nagyon érdekes elnevezést, ami van a könyvben, az egyik az, hogy pszichoneuroendokrinológia. A másik meg pszichoneuroimmunológia. Tehát ilyen kapcsolások vannak. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon szuper. Uh-huh. Na. Gondolom akkor, hogy ennyi. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Imre Szüzen